És hogy a következő zárszámadásban már kevesebb kifogásolni valója lesz az ÁSZ-nak. És nem csak azért, mert Domokos László vezette ÁSZ, elnéző lesz a kormánya. Egyet megígérhetünk, az LMP képviselőcsoportja éberen fog őrködni afelett, hogy ezentúl a szociális igazságosság elve fokozottan érvényesüljön, már a költségvetés tervezése során is, és menet közben se lehessen milliárdokkal megkurtítani az egészségügyet, az oktatást, a szociális szférát. Ezen a ponton pedig kérem, engedjék meg, hogy átadjam a szót Jávor Benedeknek, aki a fenntarthatósági szempontból fogja értékelni az árszámadást. Köszönöm. Köszönöm, képviselő asszony, megadom a szót Jávor Benedek képviselő úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A most folyó önkormányzati választási kampányban a Magyar Kétfarkú Kutyapárt egyik kampányigérete az volt, hogy a fajok számának a csökkentését új állatfajok létrehozásával állítják meg. Már nyilvánvalóan ez a kampányigéretet a Kétfarkú Kutyapárt viccnek szánta, azonban a most ismertetendő folyamatok fényében elképzelhető, hogy néhány éven belül valóban a Kétfarkú Kutyapártnak kell kormányra kerülni ahhoz, hogy a környezet degradációjának megállítása érdekében kampányigéretüket végre tudják hajtani. Tisztelt képviselőtársaim, az LMP számára kardinális kérdés, hogy az előterjesztett javaslatok ezenből a költségvetés, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény milyen mértékben járulnak hozzá a fenntartható fejlődés hazai megvalósulásához. Ennek alapján az előttünk fekvő zárszámadás súlyosan bírálandó, mind általánosan a magyar költségvetés és a gazdaság zöldítésének szempontjából, mind pedig egyes konkrét területek szemszögéből. Először is régóta megoldatlan probléma, ahogy erre Vágó Gábor már utalt, hogy az államháztartási törvény szerint a beszámolóknak tartalmazniuk kellene a közvetett támogatásokat, például adóelengedések, adókedvezmények kimutatását. Ilyen kimutatást a zárszámadás nem tartalmaz. Ezentúl ahhoz, hogy valóban reális képet alkothassunk a költségvetés végrehajtása során képződött környezeti hatásokról, tekintetbe kéne venni, és a zárszámadásban szerepelnie kéne azoknak az úgynevezett környezeti externáliáknak, azoknak a közvetetten jelentkező környezeti költségeknek, amelyek nem jelennek meg a jelenlegi költségvetésben, nem jelennek meg a jelenlegi zárszámadásban, annak ellenére, hogy közpénzek felhasználásával kerül sor ezeknek az orvoslására. Az, hogy ez nem pusztán kozmetikai jellegű probléma, az azt mutatja, hogy a szakértői becslések az ilyen környezeti externáliákat alsó hangon 1000 milliárd forintos nagyságrendre teszik évenként, tehát jelentős mértékben befolyásolja a költségvetés és az egész magyar gazdaság és társadalom környezeti hatását, fenntarthatóságát. Szintén az egész költségvetést érintő probléma, hogy jó lehet a KVVM kidolgozta az úgynevezett zöld közbeszerzésnek a rendszerét, a pénzügyminisztérium egyértelműen lesöpörte ezt az asztalról, bevezethetetlennek, végrehajthatatlannak nyilvánította. Úgy vélem, hogy nem várható el a gazdaság szereplőitől, nem várható el a lakosságtól sem, hogy környezettudatos döntéseket hozzanak meg, ha maga az állam elzárkózik ezen szempontok érvényesítésétől a saját beszerzései, beruházásai során. Az árszámadás vizsgálata során két dolog azonnal szembetűnő. Egyfelől jól látható, hogy a zöld szektor a 2009. évi megszorítások egyik nagy vesztese volt. A 2008-as 87 milliárd forintos kiadási oldal helyett 2009-ben 82 milliárd forint kifizetés történt. Ennél is látványosabb azonban a megszorítás hatása, hogyha az állami támogatás arányát nézzük. A 2008-as 56 milliárd forintról 2009-re 39 milliárd forintra csökkent az állami támogatás aránya. És ez megmutatja, hogy még a főösszeg csökkenése is csak úgy volt korlátozott keretek között tartható, hogy a saját bevételek, illetve az uniós támogatások aránya jelentősen nőtt a környezetvédelmi bevételek területén. Másfelől a bevételek és a kiadások összehasonlítása azt is megmutatja, hogy a szűk értelembe vett környezeti szabályozáshoz köthető pénzforgalom esetében a bevételek következetesen meghaladják a kiadásokat. 2008-ban 105 milliárd forint árszemben 87 milliárd forint kiadással, 2009-ben 91 milliárd forint bevétel, 82 milliárd forint bevétellel. Még látványosabb ez az aránytalanság, ha szélesebb értelemben számolunk a környezeti szabályozáshoz köthető bevételekkel. Az energiaadó, a környezetterhelési díjak, a bányajáradék, termékdíjak, vízkészletjárulék, szolgáltatási díjak vagy a széndioxid kvóta értékesítésből származó bevételekkel együtt összesen több mint 150 milliárd forint bevétel képződött a környezeti szabályozásból.
Ezzel áll szemben a 39 milliárd forintos állami támogatás. Mindez arra utal, kedves képviselőtársaim, hogy alapvetően hamis az a gyakran hangoztatott érv, amely szerint a környezetvédelem valami luxus, amit a gazdagabb országok megengedhetnek maguknak, de Magyarország súlyos gazdasági helyzetében nem. A környezetvédelmi szabályozáshoz köthető bevételek jóval meghaladják ezen terület kifizetéseit. Tisztelt képviselőtársaim, a helyzet az, hogy ma Magyarországon a környezetvédelem finanszírozza az állam más irányú feladatait. Meggyőződésem, hogy ez rendkívül káros, legalább a szektor saját bevételeinek egy zöld gazdaság kiépülésére kellene fordítódniuk. Nem csak elvonás történik úgy általában ugyanakkor a szektorból, a ténylegesen rendelkezésre álló és betervezett források felhasználása sem történik meg maradéktalanul. A későbbiekben még részletezendő kvótabevételi anomáliákon túl a környezetvédelmi célú EU támogatások 2009-es keretösszegeinek felhasználására is néhány kulcsterületen csak alacsony arányban kerül sor. Míg más országokban, például Németországban, Nagy-Britanniában a hadsereg készít válságstratégiákat arra, hogy hogyan lehet az olaj alapú gazdaságból mozdulni egy fenntartható gazdaság felé, és ennek milyen biztonságpolitikai vonatkozásai vannak, nálunk az ilyen hosszú távú tervezésnek nyoma sincs, és még a rendelkezésre álló eszközöket sem használjuk fel arra, hogy Magyarország az olajfüggőségtől el tudjon mozdulni a fenntarthatóság irányába. Olyan egyébként forráshiányosként elkönyvelt területeken, mint a megújuló energiaforrások, vagy az energiahatékonysági beruházások, az EU előirányzatoknak a harmadát, illetve a felét használtuk csak föl 2009-ben. A továbbiakban a zárszámadásban foglalt számos környezeti fenntarthatósági szempontból felmerülő probléma közül néhány kulcsterületet szeretnék még kiemelni. Az első a kvótabevételek és a zöld beruházási rendszer. Magyarországnak 2008-2009-ben 36 milliárd forint bevétele volt a széndioxid kvóták eladásából. Ezek a források semmi másra nem lennének felhasználhatók, kizárólag széndioxid kibocsátás csökkentési intézkedésekre. Ebből a 2009-ben rendelkezésünkre álló 36 milliárd forintból ebben az évben, 2009-ben egyetlen fillér kifizetés nem történt, ami Magyarország nemzetközi hitelességét is kétségbe vonja. És nem csak hitelességvesztéssel jár, hanem Magyarország kvótapiaci helyzetét is megrendíti. A kvótavásárlók nem tudnak elszámolni a saját országukban azzal, hogy vajon milyen célra kerültek elköltésre az általuk kifizetett pénzek. Egy következő fontos terület a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok finanszírozása. Ezek az igazgatóságok végzik az árvízi megelőzéshez kapcsolódó munkáknak egy jó részét is. Erről a területről szintén 30% körüli forráskivonás történt, 35 milliárd forintról 29 milliárd forintra csökkent a finanszírozása az igazgatóságoknak. Ha ezt a 6 milliárd forint megtakarítást összevetjük azzal a 100 milliárd forintos nagyságrendű kárral, amit az idei árvizek jelentenek, akkor jól látható, hogy ez a szűk fiskális szemlélet a környezetvédelem területén milyen rövid távon bizonyulhat súlyosan ráfizetésesnek. Még egy érdekes terület, amire mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, a környezetvédelmi bírságoknak az összege. Ezek 2008-ban 1,2 milliárd forintot tettek ki, 2009-ben ez az összeg 89 millió forintra zuhant. Ennek egyetlen oka lehet, a környezetvédelmi hatóságok gyakorlatilag megszűntek a terepi ellenőrzés szankcionálás feladatát elvégezni, vagy elvégzik, de a kiszabott bírságokat elengedik. Azt gondoljuk, hogy ha Magyarország nem pusztán papíron akarja életben tartani a környezetvédelmi szabályozást, akkor elengedhetetlen, hogy ennek a gyakorlati érvényesülésénél a szankciók ellenőrzések is az eszköztárban jelen legyenek. Végül a természetvédelem finanszírozási gondjairól egy gondolatot engedjenek meg. Az elmúlt években folyamatos volt az állam kivonulása a természetvédelem finanszírozásából, folyamatosan nőtt a saját bevétel aránya a természetvédelmi intézmények finanszírozásában. Ez annál is érthetetlenebb, mert Magyarországgal szemben az Európai Unió több kötelezettségszegési, illetve jogsértési eljárást folytat a természetvédelem területén, Natura 2000-es rendeletek végrehajtása és más területeken. Ennek ellenére a magyar állam egyre kevesebb pénzt szán ennek az intézményrendszernek a működtetésére. Tisztelt képviselőtársaim! A magyar gazdaság 2009-ben fenntarthatatlan volt, mert gondtalanul bánt a létalapját jelentő erőforrásokkal. A fenntarthatóság felé vívő intézkedéseknek ezen költségvetésben kevés nyoma volt.
Ezért az LMP számára, amelynek szívügye, hogy gyermekeink is egy élhető világban nőjenek föl, az előttünk fekvő dokumentum a fenntarthatósági vizsgát elbukta. Tisztelt képviselőtársaim, lehet más a politika parlamenti frakciója 2009-es zárszámadásról szóló törvényjavaslatot, ezek a itt sorolt érvek miatt nem tudja támogatni. Az eddigi vitában a kormányoldal hevesen ostorozta a 2009. évi zárszámadást, már-már olyan benyomásunk támadt, mintha nézetkülönbség lenne a Szocialista Párt és a Fidesz között. Azt reméljük, hogy ez a nézetkülönbség a végszavazáskor is meg fog látszani. Kérjük a kormányoldalt, hogy ezt az elfogadhatatlan zárszámadási törvényt ne támogassa a végszavazás során. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Mielőtt az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót, előtte 2 perces hozzászólások következnek. Elsőként Burány Sándor képviselő úr, MSZP. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! A mai előterjesztés és a kormánypárti hozzászólások ugyanazt a kaotikus összevisszaságot tükrözik, mint az elmúlt hetek gazdaságpolitikai kormány megszólalásai, kormánypárti megszólalásai. Tulajdonképpen, hogyha jelzőt kell keresni erre a kormányra és a mögötte álló többségi frakcióra, akkor azt kell mondanunk, hogy az Orbán kormány az egy kuruc-labanc kormány, és ugyanez jellemzi a Fidesz-KDNP frakciót is. Ez a kormány, illetve politikusai itthon, amikor a választóknak beszélnek, akkor hajlamos kurucosan fogalmazni, ugyanakkor ezeknek a pártoknak és a kormánynak a politikusai, ha külföldön szakértőkkel tárgyalnak, politikusokkal tárgyalnak, vagy itthon beszélnek szakértőknek, akkor hajlamosak úgy fogalmazni, mint a labancok. Mire gondol konkrétan? Miközben itthon ezek a megszólalások hemzsegnek a pénzügyi szabadságharcról, aközben Orbán Viktor Barroso intését tudomásul véve, hogy szűk a mozgástér, erre nem reagált, Merkel kancellárnál kifejezetten méltatta a hiány lefaragási törekvéseinket, és ECOFIN tárgyalásai után Matolcsi miniszter úr, ezt követően Orbán miniszterelnök úr és Martonyi miniszter úr hitettett a 3%-os jövő évi hiánycél mellett. Tulajdonképpen örvendetes módon néhány nap lefolgása után is a kormány ugyanazt mondta, ez ritkaság. Ugyanezt tapasztalható az előterjesztésben és a megszólalások kettősségében. Az előterjesztésben Matolcsi úr, miniszter úr labancosan fogalmaz és korrekt tényadatokat közöl, miközben a megszólalók bízva abban, hogy a választók nem olvassák az előterjesztést, kurucosan fogalmaznak. Köszönöm ez a kettősség jellemzi ezt a mai vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Sokon kívül 2 percben Soltész Miklós államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim és tisztelt tévénézők! Mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez a mostani törvényvita arról szól, hogy mit tett eddig a második Orbán kormány, mit tett a polgári kormány, szeretném jelezni mindenki számára, hogy ez 2009. évi zárszámadásról szól, aminek a lényege az, hogy önök hová vezették az országot. És 2 oldalról kell megközelíteni ezt a vitát. Az egyik azok a makacs és tényszámok, amelyeket összeállítottak azok, mindjárt Kovács képviselőtársam egy kap vizet, és akkor talán nem lesz rosszul, mint ahogy előbb is tett, hogy bekiaválnak folyamatosan. De szeretném jelezni önöknek, az egyik a makas tényszámok, a másik, hogy hogy vezetett ide az egész országnak a vezetés, amit önök műveltek az elmúlt 8 év folyamán. Az a zárszámadás, amit egyébként önök olvasnak, és egyébként jogosan, bizonyos szempontból az LMP vagy például a Jobbiknak a képviselői fölhoztak témaként, azok az önöknek a bűnei, ezt azért szeretném még egyszer jelezni. Az az önök bűne, hogy a közszférában be kellett fagyasztani abban az évben a fizetéseket. Az az önök bűne, hogy